Yeah. Who shoot keys in the spot? Pick it up. Flip mode squad. Pick it come up. On. Page, talk to him. You was with me, ma, when I first caught my deal. Bought you the 5 carats plus the house on the hill. The blue Escalade with them new chromey wheels. You told me the other day, I don't know how you feel. It's been 5 months, I've been driving you crazy. You told your friend the other day you was having my baby. Saying I'm acting funny, Ramp, I'm so crazy. All you wanna do is be my number one lady. Falling, falling. I keep falling in and out of love with you. Sometimes I love you. Sometimes I'm blue, sometimes I glow inside, other times you make me cry, tell me what am I to do, I'm so confused. Tell me who, tell me what, tell me when, tell me when, tell me where, tell me how, how, tell me who, tell me what, tell me when, tell me when, tell me when, tell me why, tell me why. We were the most ancient day. Ismerős, itt hagytuk abba a múltkori videónál, amikor Los Cristianosba sétáltunk. Most átjöttünk Las Americasba. Az egész partszakaszt meg fogjuk nézni. Las Americas egyébként Los Cristianos után kezdett el épülni, 1960-as évek környékén. Ennek az egész kis városrésznek egyetlen egy szép strandja van, ez a Playa del Camisón, ami egyébként a Strandok című videómban is benne van. Ott meg tudjátok nézni, de ma elsétálunk ott a sétányon, és megmutatom az egész területet. Ez a rész egyébként, ahol most vagyunk, ez a Las Vistas nevű strandnak a másik része. Ugye körülbelül odáig sétáltunk el a kanyarig az előző videóban, és most megyünk tovább. Ez a része a strandnak már Playa de Las Americas településhez tartozik. Ez a város egyébként, ez a Playa de las Americas, ez az éjszakai életnek ad otthont. Én szállásra egyébként soha semmilyen körülmények között nem javaslom, hogy itt keressetek magatoknak szállást, hiszen nagyon hangosak. Arra inkább Adehe a megfelelő helyszín, Adehe tartomány, azon belül is Fanyabé, Torviscas, Adehe óvárosa, illetve Costa Adehe, Playa Paraíso, Cayo Salvaje és a többi. Ezek azok a kompok, amik a szigetek között mászkálnak. Ugye két hajós társaság van itt a Kanári-szigeteken, az egyik az Armas, a másik pedig a Fred Olsen. Látod ezt az épületet? Emögött mutatok neked egy nagyon érdekes dolgot. Itt vagyunk annál a kereszteződésnél, ami a Las Vistas strandot és a Playa del Camisont elválasztja egymástól. Egyébként ebben az utcában lenne a legoptimálisabb leparkolnotok, hogyha a Google térképről tájékozottok, viszont azt tudni kell, hogy itt szinte soha nincsen parkolóhely, és még ha beálltok várni, még az is lehet, hogy fél óra, 40 percet fogtok itt várni egy üres helyre. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ha Playa de las Americasban vagytok, akkor mindenképpen mélygarást választhatok, ezek fizetős opciók, viszont rengeteg időt nyertek vele, meg rengeteg kényelmet. No, de nézzünk meg egy elég izgalmas helyet itt, ami egyébként egy picit el van dugva, kevesen fedezik fel, akik itt járnak. Emlékszel, amikor mutattam neked ezt a házat? Ezt fogjuk most megkerülni.
Közben megérkeztünk a Playa del Camisónra, ami Playa de las Americasnak a leggyönyörűbb strandja, és egyben a déli part egyik legszebb strandja. Ide egyébként rendre az Afrikából, a Szaharából hoztak homokot, mert itt vagy egy részről kövek voltak, vagy más részről ilyen fekete színű, vulkáni, hamu jellegű, homokszerű cucc, ami ugye nagyon beszívta a napnak a hőjét, és nagyon nehéz rajta lépkedni, hiszen sötét színű, így sokkal forróbb, mint ez a narancssárga, barna színű valami, de ezt a hölgyek jobban tudják a színeket. Mi férfiak csak általában ilyen 4-5 színt ismerünk, de beleértve a fehéret meg a feketét. Ha egyébként itt jártok és szeretitek a beach clubokat, vagy legalábbis szerettek egy jót tenni az óceánparton, akkor itt azt a helyet javaslom nektek, ami ott van a szemközti parton. Pro tip, ezekre a kő vakontúrásokra, amik bemennek az óceánba, ezeken szigorúan tilos tartózkodni, főleg innen fürdeni, ezt ugye a tábla is jelzi, úgyhogy ezt tartsátok mindenképp figyelembe. És itt vagyunk a fehér épület mögött, lejöttünk erre a kis eldugott helyre. Itt most magamra állítottam a kamerát, mert nem szeretnék bunkó lenni itt, főleg a hölgyekkel szemben, hogy fölveszem őket, ahogyan strandolnak, úgyhogy inkább magamat videózom, és be kell érned velem. Nem vagyok egy szép látvány, de több, mint a semmi. Na és itt vagyunk ennél a kis természetes medencénél, már is megmutatom. Itt egyébként főleg a helyiek strandolnak, és nem a külföldiek. És intett is a bácsi, hogy menjek a jó édesanyámba, úgyhogy tiszteletbe tartjuk, és visszatérünk a civilizációba. Ilyen kis köveken kell átverekedni, hogyha ide jöttök. De egy dolog biztos, hogy itt garantált a nyugalom. Ha egy picit elvonulnátok, vagy hasonló. Itt olyan homok van egyébként, hogy egy amerikai katonai Humvee elakadna. Na, és akkor visszaverekedjük magunkat a sétányra. De még előtte nézd meg kicsit közelebbre, hogy milyen gyönyörű ez a strand. Ezek a kőrakások egyébként itt körbe, meg szemben. Ezek azért vannak, hogy nyilván a hullámokat egyrésztről felfogják, másrésztről az áramlatokat kizárják ebből az öbölből. Ez jól mutatja, hogy mi a különbség az óceán és a tenger között. Inkább szeretnek az emberek itt strandolni, ahol még leér a lábuk, ilyen ágyék magasságig. Van a palapának a menüje. És egyébként egy nagyon hangulatos kis beach club. De én személy szerint inkább a people-t javaslom, amit mutattam nektek, de majd megnézzük közelebbről azt is.
is vannak nagyon szép, kényelmes napágyak. Hoho. Itt vannak ezek a gyönyörű törülközők, amiket meg tudtok venni. Egyébként nagyon-nagyon jó anyaga van. Tök jó ilyen kis homokáló cucc. Srácoknál elég keményen le lehet alkudni. Erre elfér egy négytagú család is egyébként. Itt is itt van az őrbódé. Egyébként vízimentők kint szoktak lenni így napközben egész késő estig, úgy nagyjából a nap lementéig. Itt mellettünk egyébként végig szállodák vannak, ilyen négy csillagos hotelek. Lehet mondani, hogy elég nyugodt az élet. Na és ő lenne egyébként itt a People Beach Club. Nézd meg ezeket a kis apartmanokat, milyen állati hangulatos. Van egy ilyen nagy négyzet alapú teraszuk, kényelmesen el lehet férni, 6-8 fő is akár. És ilyen gyönyörű panorámájuk van. Hát élni tudni kell. De egyébként elérkeztünk a Playa de Camisónak a végére. Így néz ki a másik irányból a strand. Ez a része egyébként jobb oldalon is nagyon hangulatos, ahova ki lehet ülni egy picit. Pihenni, feltöltődni, gyönyörű pálmafák vannak. Lehet tornászni, mert mondjuk tornászni bárhol lehet. No, és innentől kezdve, hogy vége van a Playa de Camisónak, itt is van egy ilyen kinyúlvány, ami ugye felfogja a hullámokat. Viszont láthatod a két strand közötti különbséget. Balra a Camison, nincs hullám. Jobbra a Playa de las Americasnak a folytatása. Igazából ez egy ilyen szörfös strand. Itt viszont vannak hullámok. És itt nagyon sokan szörfdeszkáznak. Ugye a vitorlás szörf az El Medanóban van, mivel ott ki tudják használni a passzát szelet a kájtosokkal együtt. Ott vannak benne a srácok, egyébként itt oktatnak is ezen a partszakaszon. Elég jó szörfiskolák vannak, de ezeket mindig akkor javaslom, hogyha vagy ezzel a céllal érkezel Tenerife-re, vagy pedig van már előtte egy kis tapasztalatod, mert ez a 1-2 órát beugrok szörfözni, mint program, ez annyira nem kifizetődő. Ezt nézd meg. Ez ám a nyomorult élet.
Itt van egy kis hely a családtagoknak, hogy kényelmesen nézzék, ahogy esnek kelnek a szeretteik a vízbe. Itt is itt van egy de cuki kis gyerekruhák. És itt is folytatódik ez a tömörgyönyör jobb oldalon. De milyen kis cuki előkertjük van. Ez a videón egyébként nem jön át, de itt általában mindig egy azért ilyen elég büdös hallgaszag van. Itt a köveken is látszik a cucc, vagy nem tudom, hogy te mennyire látod, mert ugye szembesüt egy picit a nap. Talán nem is picit. Hú, itt a srác megfotózza a szörfösöket 400-as objektívvel. Ügyes. Ez az objektív körülbelül 1 millió forint, ha nem több. De szerintem több, sokkal több. Itt is lenne egyébként parkolási lehetőség ezekbe a kis kereszt utcákba, viszont hát itt is szinte lehetetlen helyet találni. Ha térképen nézitek ezt a részt, ezt a Playa de las Americas-t, itt érünk el igazából a kanyarhoz, ahogy Los Cristianosnál, ugye egyenes a partszakasz, és fölkanyarodik Costa Adeje felé, ez az a rész. Most vagyunk benne a kanyarban. Ezek a bigyulák, amik itt vannak, ezek a ilyen kis felálló kaktuszszerűségek, ezt úgy hívják, hogy kanári kutyatej, és ugye az állatok és növények vagy Tenerife élővilága című videóban, fogalmam nincs, mert nem emlékszem a videók címére, de hogy abban a videóban, amiben erről beszélgetünk, ott említettem, hogy ezek a kis hosszú valamik a mérgező dolgok, az emberre mérgező dolgok, úgyhogy ennek nem szabad meginni a növényi váladékát, és az se túl jó, hogyha érintkezel vele kicsit erősebb fizikával. Na, itt vagyunk a kanyarba, így néz ki a kanyar. Úgyhogy itt nagyon sokan bérlik ezeket a kis mopedeket. Elég jó áron hozzájuk lehet jutni. Most 2024-ben körülbelül ilyen 100-160 euró között van egy hétre. Mindegy bérautó. Itt nagyon sok helyen vannak ilyen kis árnyékok, ahol meg lehet pihenni. Ezeket jobb helyeken madárlesnek hívják. Most letérünk a főútról, a főcsapásútról. Itt is ki van írva, hogy ne botolj meg, ugye Tenerife veszélyei című videó. Megpróbálok én se nem megbotlani. Na hát szóval van itt egy ilyen kis fapallós járda, sétány, tök aranyos. És egyébként van itt ez az épület középen, emögül indul a Golden Mile, de majd arra fogunk visszasétálni és megmutatom nektek. És van egy enyhe kalima, de ott van szembe pont, ahol a nap úgy erősen bevilágítja az óceánt. Ott van La Gomera szigete. Hogyha nincsen kalima, most ilyen részleges kalima van, ilyen médium, akkor simán látszik a sziget, gyönyörűen kivehető minden részlete. Hát nyilván attól függ, hogy milyen minőségű a látásod, mert hogyha nem látsz távolra, akkor sok minden nem látsz. Viszont a jó hír az, hogy ott a tejde, a tejdét viszont látjuk. Tessék! Ott a tejde csúcsa fölül.
Ez elképesztően gyönyörű helyszín. Adehe egyébként az óváros ott van. Ott. Ugye a másik strand a Playa del Camisón mellett, ami még Las Americasban van, az a Playa de las Americas, ami hát ilyen köves lényegében. Szerintem ez egy elég hosszú strand. Talán a déli part leghosszabb strandja. Vagy hívjuk inkább partszakasznak, mert helytállóbb. Van itt egy ilyen kis rozsdás emlékmű, amire rá lehet ülni, lehet fotózkodni, tök cuki. Több helyen is van a szigeten ehhez hasonló mű. Ezeket általában ilyen helyi spanyol alkotók készítik. Fogalmam nincs milyen céllal, de... Aztán van itt ez a kis fehér épület jobbra, a sétányom. Ez egyébként szerintem főleg este naplemente és azután hangulatos hely, nappal ilyen szó-szó. Ennek az a neve, hogy OA Beach Club, és ehhez tartozik egy ilyen picike természetes medence, bár most elég durván le van apadva. Itt is víz szokott lenni benne. És most egy picit lejjebb van a víz, csak megvártam, hogy a srác csináljon fotót. És itt is lehet egyébként fürödni, ott van a kis tég, amin be lehet menni, be lehet ugrani, seggest akár, és tök hangulatos szokott lenni. Hát most elég szar időbe jöttünk ide, nem épp optimális, de hát ez van, nem lehet minden szuper. Na hát itt is van egy ilyen kis hajó, amit ugye Los Cristianosnál láttunk. Éppen le van takarva, hogy ne egye meg a nevadai rosszabb. Itt van az étlapja, vagy az itallapja, étlapja az OA-nak, bocs, hogy belelóg a telefon. Danger, danger, danger. No, és itt van szemben a Golden Mile, itt fogunk majd visszasétálni az autóhoz, a parkolóházba. De egyébként meg se dicsértél, hogy van rajtam sapka, most nem felejtettem el, látod? Észre se vetted. Érdekesség, az ötcsillagos szállodáknak a 98%-a Adehe tartományban van, viszont ez itt a Corte Villa, ami itt van jobbra, ez egy ötcsillagos hotel. Te lárulok egy pró tippet, ha az OA Beach Clubban vagytok, akkor itt alul ezen a folyosón van a mosdó, és hogyha tovább sétáltok itt van egy ilyen alagút, akkor be tudtok jutni egy nagyon szép spába, és onnan nyílik egy ajtó, amivel viszont tök egyszerűen be lehet menni ebbe a szállodába, ha bekukkantanátok. Az az érdekessége, hogy egy ilyen nagyon szép barlangfürdő van belül, tehát van a medence, és akkor a medencéhez tartozik egy barlang. Egyébként itt van a Xoam Spa, amiről beszéltem. Sajnos nem vagyok olyan magas, hogy át tudjam vinni a kamerát a kerítésen, de mindegy is. Szóval ez az OA Club. Egy elég cuki hely. Ki lehet fogni kellemes pillanatot, és ki lehet fogni egy kicsi stresszesebb időpontot is. De tudjátok, általában azért nem ez határozza meg a vendéglátóhelyeket, hanem az, hogyha 10-szer mész, mondjuk 8-szor kedves a kiszolgálás, 2-szer lehet nem kedves. Nem lehet mindenkinek mindig jó napja. Úgyhogy ezt érdemes figyelembe venni, de összességében mi sokszor voltunk itt, és tényleg ez a 10-ből 8 cukiság megvolt ezen a helyen. Na, így néz ki kívülről a másik oldalról a természetes medence. Mindenhol algák, hínárok, vagy bocs, hínárok nincsenek, de algák vannak. Itt mindenhol algák, jó büdi van.
Ezek az Adehe tartományban lévő hegyek egyébként elképesztőek, tiszta Jurassic Park. Egyszerűen imádom, nem tudok betelni a látványa. Érdekesség, hogy vannak ezek a pálmafák, és elég gyakran elő szokott fordulni, hogy itt papagájok röpködnek az ember feje felett, úgyhogy ha sétáltok, akkor elképzelhető, hogy láttok. Én mindig egyébként nem tudom, hogy van-e összefüggés, de általában este fele ilyen, amikor nem süt ennyire a nap, akkor szoktam őket látni héderezni, bandázni. És itt vannak a szörfösök, mászkálnak ott a köveken. De vannak egyébként ruhaboltok, lehet vásárolgatni. Ez a Koala Bay egyébként egy egész pofás kis áruház. Szeretek ezt a nyári stílust, vagy ezeket a laza óceánparti, tengerparti sztájt, akkor ez egy jó helyszín lehet. Itt van egy Starbucks. És itt egyébként van a Quicksilver bolt, és itt nagyon sok szörfmárkát meg lehet vásárolni. Van Rip Curl Reef, Carhartt, nagyon sok brand. Ez egy nagyon hangulatos kis kávézó egyébként itt a sarkon, ez a Metropolis. Hát itt is van egy ingyenes parkoló, ugye itt Tenerife-n nem kell fizetni a parkolásért soha, semmilyen körülmények között, az állami, tehát a köztéren lévő parkolások azok ingyenesek. Viszont itt sincs soha hely. Tehát vagy itt azért még, hogyha beállsz, akkor az egy 15-20 perc alatt el lehet csípni egy parkolóhelyet, ha türelmes vagy. De ugye itt át kell hidalni azt a részt is, hogy vársz közbe, és mögötted meg dudálnak. Itt is van egy lakóautó parkoló, ez egész sor itt jobb oldalon, ez nekik van fönntartva, egy kicsit nagyobb parkolóhelyek. De itt is él ez a párnapos szabály, hogy itt élni nem lehet, viszont itt eltölteni egy-két napot viszont igen. Ez egyébként egy nagyon gyönyörű partszakasz ezekkel a növényekkel. És itt is kim vannak a szörfösök. Legtöbbször egyébként az az érzésem, hogy fogalmuk nincs, hogy mit csinálnak. Ugye itt azért főleg kezdők szörföznek, tanulók. De ha ilyen nagyon meleg helyen laksz, akkor egyébként ez a helyi síelés, hiszen megadja körülbelül ugyanazt a szabadságérzetet. Sajnos itt nincsenek ilyen másfél kilométeres pályák, de attól függetlenül egy tök jó feeling, egy nagyon nagy szabadságérzetet ad a szörf. Úgyhogy érdemes kipróbálni, és nekünk magyaroknak ez nem annyira a kultúránk része. A vitorlás szörfözés igen, de a szörfdeszkázás nem. De egyébként egy jó buli. No, aztán hogy sétálunk tovább, itt van megint egy Meki. Ez elég nagy trend, hogy a strandszakaszokon vannak McDonald's-ok. Szintén itt van ATM. Nem ajánlom, hogy itt vegyetek le pénzt. Allehop. Ez egy spanyol cucc. Ilyen nagyon aranyos kis tehenek jelzik az üzletet. Minden boltjuk előtt kim van egy ilyen tehén, és itt különböző érdekességeket lehet kapni. Kislányom imádja. A United Colors of Benetton boltok rendre vannak a szigeten. Idélen is azt hiszem 3-4 üzletük van.
itt is tök jó áron lehet vásárolni. Ez már célközönségét tekintve egy picit kulturáltabb rész, mint a Los Cristianos egyébként, és egészen ahogy hogy megyünk majd Costa Adeje felé, ez egyre jobban javul. Jobb a közbiztonság, tisztábbak az utcák, kicsit újszerűbb minden. Jó hangulat van a pincér bácsi belelkesült. Lehet kapni kalapokat. Ez a Fun Grube, ezt indiai, két indiai srác alapította, azt hiszem, hogy Gran Canarián, és ez egy ilyen Kanári-szigeteki parfüm, napszemüveg, tudjátok, ez a nem is tudom milyen kategóriájú bolt, de nagyon-nagyon jó áron lehet parfümökhöz jutni. A napszemüvegek is egész értelmezhető áron vannak attól függetlenül, hogy ugye a trópusokon vagyunk, és itt nyilván ezeknek nagyobb az értéke. Ezek az éttermek egyébként itt szintén nem kiemelkedő gasztronómiai élmény nyújtó helyek, viszont elképesztően cuki a kiszolgálás. Itt is itt van az őrbódé. Viszont amit nem javaslok, ez az Aberdeen Steakhouse. Ennél sokkal jobb sztékeket lehet enni, körülbelül ebbe az árba a szigetem. Ezt a helyi utazás szerveződ ebben nagyon jó tanácsokat tud adni. Van ilyen kis happy market. Kis kézműves dolgokkal. Itt is kisgyerekekkel van ilyen pocsolyaszerű képződmény itt lent, és kisgyerekekkel tök jó lehet itt gyapály esetén strandolgatni. Itt is vannak napozóágyak. Halacskás épület. Tenisz minigolf klub. Hát ennél is sokkal jobb helyek vannak. Ez betegszik a Los Cristianosi csodával. Minden egybe. Figyelj, az egyetlen egy dolog, ami egyébként nem rossz, és ezt komolyan mondom, ez a lábbiliárd, ami itt van len. Ez ilyen tök jó apa-fia program, hogyha itt jártok. Tök jól el lehet vele lenni, de mondom, minigolfozásra ennél sokkal szebb és alkalmasabb helyek is vannak. Mind a kettő egyébként itt Playa de las Americasban. Azért itt sapkában elég vidám itt az élet. Így nem érzed, hogy annyira megviselne a nap. Apa-fia tenisz. Ezek is milyen cuki ruhák. Itt is van egy koala bé. Itt szokott lenni mindig élőzene ennél a helynél, de egyébként nagyon sok helyen van élőzene. Meg hogyha ügyesek vagytok, akkor kaphattok ilyen kis díszeket a poháritalotokba. Kis esernyőcske, meg ilyenek. Visszajön a 93 Balaton. Most kövezd meg, de nekem ez az egyik kedvenc helyem a naplemente nézésre, itt a déli parton. Nem tudom miért, nem tudom megmagyarázni, de hogy innen imádom, amikor lemegy a nap. Egy tök vicces, mert itt szintén van egy ilyen utcás parkoló, és itt meg lehet állni egy
10 percre, 15 percre egy vészvillogóval, és akkor ide lehet sétálni, és addig nem vontatják el az autót, amíg lemegy a nap. Nagyon sokan csinálják egyébként, helyiek is. És hát ugye ott pont szembe van a nagy fényben La Gomera, talán látszanak a vonalai ott a videóban. És hát attól függ, hogy milyen évszak van, de vagy mellette, vagy mögötte megy le a nap, szenzációsan néz ki. És egyébként, hogyha nincs légszennyezettség, ugye itt elsősorban ez a szaharai homok a kalima jelenti, akkor gyönyörűen az égbolt az beáll ilyen lila és rózsaszín árnyalatokba, a narancssárga helyett elképesztően gyönyörű. Magyarországon elég kevés helyen lehet ezt megfigyelni, mert nyilván ott pedig a smog légszennyezettség van jelen. Ezek a székek egyébként, amilyen kényelmesnek néznek ki, olyan kényelmetlenek. Megcsapott egy olyan jó marihuána szag, ugyanis itt vagyunk a sarkon, és innen indul a buli negyed, legalábbis a part felüli oldala, mert nem aprózták el a fiúk. Itt is vannak a kis árusok, mindenféle klasztáskával. Kis óceánparti éttermek. Ezeket éjszaka biztonsági őr vigyázza, ezeket az asztalokat, meg székeket. Itt elindul a hömpölygő tömeg. Ennek a partszakasznak lényegében a másik oldalán, tehát itt vannak ezek az épületek, és ennek a másik oldalán vannak a bejáratai az éjszakai szórakozóhelyeknek, és nyilván hát egy csomó kinyúlik ide hátrafele is. Partfele, de nem igen szoktak leengedni, tehát ilyen ötből egy helyen tudsz lejönni ide a sétányra, de elég kreatív vagy, akkor meg tudod oldani. Főleg fiatalok vannak, de ez szinte egész Las Americas-ra jellemző, hogy inkább a fiatalabb generáció és a főleg alkoholista emberek gyülekező pontja. Igen, és akkor van baj, hogyha mind a kettőbe beleesel, mint én. Jó, de egyébként nem vagyok alkoholista, ezt szeretném leszögezni. Csak nem vettem meg a jó társaságba való egy-két szmöki megivását. Na és itt van ez a kis kőrakás, valahol itt érhet véget a Playa de las Americas, ugye ez a nagyon hosszú ív, ilyen kavicsos, dzsuvás ív, és innentől kezdve pedig már a Playa de Troya van, ami a magyarul a Trója part, de most itt a felső úton fogunk tovább menni. Ez a klub, ez a Papagayo, a Spanyolország egyik leggyönyörűbb és legszínvonalasabb klubja. Ez nappal egyébként egy étterem, éjszaka pedig kinyit. Itt szintén szezontól függ a nyitvatartás éjszaka, de szombaton mindig nyitva van. De van, amikor hétköznapokon is. Itt fölül vannak ilyen kis bali ágyas boxok, meg ilyen fakok, ezek ilyen lakosztályok, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ezeket ki lehet bérelni. Több ezer eurós díja van egyébként, de a jó hír, hogy lefogyasztható az egész. Itt mindig egyébként egy nagyon-nagyon jó hangulat van ezen a csücskön. És
ekkora bazi nagy ez a papagájó. Ugye itt be lehet menni, most nem megyünk be. De nagyjából így néz ki, itt középen van egy tánctér, ahol szoktak mutatni a fiatalok. Nagyon prémium italaik vannak. És a kaja se rossz. Egy elég jó vendéglátós csapat csinálja. Itt van ez a híd, a következő videóban innen fogjuk folytatni körülbelül. Ezt úgy hívják, hogy Barranco de Troia. Ezek ilyen kis vízlevezető árkok lényegében. Ilyen természetes képződmények, és eszeli ketté lényegében Costa Adahét és Playa de las Americas. Ugye ez az Adahe tartomány, és ez pedig az Arona tartomány. Úgyhogy itt vagyunk most a közepén. Innen fordulunk vissza. Egyébként csak egy érdekesség, hogy az internet mennyire tele van baromságokkal. A Wikipédia mind az angol, mind a magyar az azt írja, hogy Playa de las Americas mind a település, az több száz méterrel vagy egy kilométerrel följebb tart, de ez egy orbitális hülyeség, ugyanis itt van vége Playa de las Americasnak. Tehát például a Hotel Troja, az már Costa Adahéhez tartozik, ez a négy csillagos szálloda. És egyébként az látszik is, hogy teljesen megváltozik az utca struktúrája, meg az egész hangulata, ahogy átléped ezt a vonalat. No, hát ennyi volt Playa de las Americas. Remélem, hogy tetszett neked ez a séta. Ha szeretnél több ilyet, akkor kérlek, nyomj egy lájkot feltétlenül, ezzel jelezvén, hogy ezek a tartalmak neked tetszenek, és gyártsunk akár több ilyet is. Emellett pedig, hogyha nem szeretnél lemaradni Tenerife-vel kapcsolatos állatira izgalmas tartalmakról, akkor pedig iratkozz fel a csatornánkra. Ígérem, egy idő után bekeményítünk, és egyre durvább anyagokat fogunk gyártani. És hogyha megnyomod a csengőcske gombot, akkor még ráadásul értesítéseket is kapsz minden megjelenő új tartalmunkról. Ha még nem nézted meg a weboldalunkat, akkor most feltétlen tedd meg. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmedet, nem sokára találkozunk a következő videóban, úgyhogy ott Tali, kezeit csókolom, viszont látásra, sziasztok!